megkérdeztem egy párizsi afrikai barátomat, mielőtt először mentem Afrikába, hogy mi az, amit semmiképpen se szabad elfelejteni vinni, és azt mondta, hogy egy kis rádiót. Mert az ott ugye Afrika az az orális hagyományoknak a földrésze, ott még mindig a szó, a beszéd, elég magas az írástudatlanság is, úgyhogy a rádiók nagyon fontosak. Hát Afrikában éjszakánként csavargatva a rádiót, hallottam a pekingi magyar adást, aztán moszkvai magyar rádiót is. Szóval őrület, hogy miket lehet hallani a rövid hullámon. Nagyszerű szórakozás tekergetni a rádiót. Kedves hallgatóink, a Szabad Európa Rádió búcsú műsorát hallották 1993. október 31-én, vasárnap este, az utolsó adásnapon. Köszönjük figyelmüket! Hölgyeim és uraim, a mai propagandában a Szabad Európa külön kiadását hallják. Az elkövetkezendő fél órában elbeszélgetünk a neves rádió egykori sztár riporterével, Hajdu Annával, aki nem más, mint Láng Júlia írónő, aki most itt ül mellettem, hiszen az ő lakásában vagyunk. Hello, Juli! Már is kapcsoljuk a lépcsőházat. Ez milyen funkciót tölt be ebben a házban, ez a furcsa szürke ajtó? Ez az én lakásom rejtekajtaja. Rejtekajtaja itt. Hogyha nagyon próbálkozom, akkor belesimulhatok és eltűnök oda benne. Igen, se egy névtábla, se semmi, szóval semmi lakásra utaló jel nincs. Pontos. Mi ennek az oka? Nem foglalkoztam vele. Az ajtót megörököltem. Egyszer volt egy névtábla, de valahogy elveszett. Nem olyan fontos, aki akar megtalál. Ti is megtaláltatok. Mit reggeliztél? Reszelgyömbért, raposkai dióval, mézzel és virágporral. Tessék! Ilyeneket! A reszelgyömbért mindenkinek ajánlható. Friss gyömbért veszel itt a piacon, a közelben a vásárban. Igen, az most már szerintem így Magyarországon is kezd elterjedni. Mi az, hogy virágpor? Egy dió. Köszönöm szépen. Nagyon szépen. Mennyibe kerül? Ilyen szép dió. Saját termés. Raposka? Azt mondod, raposkai dió. Raposka. Raposka az életed második helyszíne? Igen, vagy, igen. Vagy az igazom. Az első? Nem is tudom. Nem szeretek ilyen fontossági sorrendeket tartani. Akkor bemutatom az óvodásokat. Itt láthatók mind. Ez már jó sok évvel ezelőtt volt, ez az Afrika. Lehet, hogy van olyan néző, aki nem tudja, hogy te írtál könyvet Afrikáról, hogy te többször éltél Afrikában, tehát nem arra fele jártál, hanem éltél ott. Azért mentem oda, nem turistának, hanem azért mentem oda, hogy egy óvodát csináljak egy eléggé világvégi faluban, amit úgy hívnak, hogy Ilella, Nigerben, félsivatagi helyszín. De szép, gyönyörű agyagépítészet, hihetetlenül szép épületeket. Ez hol van pontosan? Ez mert már Agadez, Niger. A helyszín az Niger, nem tévesztendő össze Nigériában. Ott fönt látható az a három gyerek, ők voltak a fő gyerekek. Látjátok, ott van egy fehér kislány, az ő szülei, német apuka, francia anyuka. Ők adtak föl apró hirdetést, hogy keresnek egy európai óvónőt, erre jelent. Kezdtem, tiszta szélhámosság volt, mert addig alé sose voltam óvónő, de kicsit beletanultam. Ennek a három gyereknek akartak óvodát csinálni, én meg azt mondtam, amikor engem választottak a jelentkezők közül, hogy na nem, én elit óvodát nem csinálom, kitárjuk a kapukat, hadd jöjjenek a helybéli gyerekek is. Ezt a születésnapján csináltam róla ezt a fotót, és hihetetlenül meg volt rendülve. Az afrikaiak nem ismerik ezt a műfajtú születésnap, nem is tudják pontosan a napját a születésüknek, mert miért olyan fontos az az esemény, hogy én megszülettem. És ha megkérdezel, hogy hány éves, hogy ezt nem kérdezik meg? De, én például kérdeztem, de úgy körülbelül tudják. És mindenütt a képek itt. Ez a fétisista, aki engem, hát, hogy is mondjam, aki készített nekem egy grigrit, a grigri az talizmán, magyar szóval, hogy megvédjen mindentől. Ez ott a nigeri életszakaszomban. És megvan a talizmán? Hát akkor nagy hibát követnék el, ha megmutatnám. Ezt akkor
akartam megnézni, mert olyan... Igen, a furcsa ékszerek ezek. Hát, afrikaiak. Kivehetem a kedvencemet? Hát, hogy nem. Ez egy fülbevaló. Aha, egy pecsétgyűrűből induló fülbevaló. Pecsétgyűrű, ez az európai megjegyzés, nem. Ezt a kis eléggé súlyos, elég vastag fülbevalót a Szekina nevű tuaregnő szemem láttára ilyen könnyedén, hopp, berakta a fülébe. A lók, igen, ez úgy van, hogy az afrikai kislányoknak a fülét csecsemőkorukban átjukasztják egy tüzön átforrósított vastagszöggel, mert az fertőtlenít, mögéje tesznek egy kis követ, puff, átszúrják, és aztán így gyógynövényekből a helyszínen összeszedett fertőtlenítő gyógynövényekkel bekenik, és akkor egy jó nagy luk lesz, amiben egészen könnyedén lehet itt. Na most ők készítik, és a saját asszonyaiknak, tehát van, ez például már nem, ezt már turisták számára gyártják, szerintem nem is annyira szép, ez például nem is tudom, itt van dísznek, de soha nem hordom. Nem ezt olyan váratlan forma, mint ugye? Ez. Igen. Na most ezt a saját asszonyaik számára készítik, ahogy ezt is, csak hát... Ez drága nem, vagy nem? Vagy nem, európai szemmel egyáltalán nem, de hát nekik sokat ér, mert eladnak egy ilyet egy arra járó európainak, és akkor egy hónapig eszik belőle a család. Ez egy teljesen hétköznapi használati tárgy, és mint láthatjátok, itt meg is varták, mert már repedezett. Én tovább repesztettem, mert raposkán a veteményesen igaziból használtam, mert egy tárgy akkor jó, ha igazán használjuk. Ez lopótör. Varni? Jaj, bőrre. Igen, ők tudják varni, mert megbecsülik a tárgyakat, nem úgy, mint mi. Úgyhogy, és szépen kidíszítik, egyébként lopótök az anyaga, tehát ez egy termés, de aminek mi van a belsejét, ebben? Mi van? Belsejét kiválják, az állatoknak adják, hát ebbe hordják az ételt, a tejet, mindent, így könnyedén, és csak így a fejükre teszik, tudom, és így mennek, csak nem fogják. Te próbáltál olyan életet élni Nigerben, Afrikában, mint a helyiek, vagy neked egy egészen másfajta európai életed volt ott? Ne, azért mentem oda, hogy úgy éljek, mint ők. Nem is tetszik nekem az a stílus, hogy oda megy a jó fizetésű európai, körbeveszi magát helybéli cselédséggel, van egy légkondicionált háza, úszómedencéje kint a dusan öntözött, abból a kevés, nagy értékű vízből dusan öntözött növényzettel, nagy fallal körülvéve. Fizetésének háromnegyedét elküldi egy európai számlára, szóval ez nem az én műfajom, és nem csak azért nem, mert itt effektíve icipicike fizetést kaptam. De az is bőven gondoltam, hanem egyszerűen nem tudom, szóval én hiába lennék Afrikában, biztos, hogy két hét után azért esetleg, nem tudom, sütnék egy rántott húst. Meg kívánnám. Nem rántott húst sütni, mert nincs hozzávaló semmi, de semmilyen hozzávaló nincs. Na, az igaz, hogy két hét után nem, de néhány hónap után elkezdtem arra gondolni, hogy majd, ha visszajövök Európába, akkor először is egy fürdőkádban elheverni, az egy micsoda öröm. Nincs fürdőkád? A digitális panel és a felszereltség az különböző pozitúrák és hidromasszázs élmények funkcióit kínálja. Itt vannak rotációs forgófúvókák, víz alatti vízsugárfúvókák, levegőkeveréssel, vízsugár és levegőkeverésével működő fúvókák, vagy egyszerűen csak levegőfúvókák, amik a pezsgőfürdő élményét biztosítják számunkra a hidromasszázs élmény során. Ezt kiegészítve fényterápiával szerelték fel a kádat, ami szintén a relaxálást és a pihenést segíti elő a hidromasszázs igénybevételénél, és egy beépített CD-lemez játszó is el van rejtve a kádtestben a kismedence alatt, ami egy kellemes zenével párosítva a hidromasszázs élményt, teljes körű szolgáltatást nyújt, wellness élményt nyújt. Kicsit úgy érzem, hogy a modern stílus felé tolódik el a trend fürdőszoba tekintetében. Divat minden stílus klasszikus, a provenci, a romantikus, a mediterrán továbbra is, de vásárlóink zömét egyre inkább érdekli a modern, minimál stílusú fürdőszoba világa.
Afrikában te hogyan tudtál művész lenni? Minden délután vagy este fele petróleumlámpa fényénél minden részletet leírtam, hogy el ne felejtsem. Aztán az egyik kis óvodás kislány mondta is, hogy ő is író akar lenni majd, ha nagy lesz, mert nagyon tetszett neki, hogy állandóan kattog ez az öreg írógép. A hang miatt? Tehát ez zenének hallottak? Persze, meg hát valami egészen különleges és számára addig soha nem látott cselekedet volt. És ott milyen a művészet? Mert engem... A hétköznapi élet része. Igen. Láttátok a tárgyakat, amiket mutattam, a talizmán tartót, meg ezt a nagy tökvékát. Mindegyiket szépen, finoman kidíszítik. Nagyon odafigyelnek arra, hogy szép legyen az őket körülvevő hétköznapi környezet. És ezek a ruhák, amit rajtunk, meg ezek is ültetek? Nem, ezeket nem én csináltam, ilyen ügyes nem vagyok. Ezt a párizsi szomszédom, aki divattervező volt. Olyan, mint hogyha néprajzi múzeumban lennénk, nem? Igen? Nem úgy érzed? Na, minden? Akkor elindulok. A Néprajzi Múzeumban... Így, jó. Megyünk hát a Néprajzi Múzeumban. Bocsánat, ez teljesen más, de ezt mutassuk meg, hogy a Horthy Miklósnak milyen tetovált jobb karja volt. Ez elképesztő, ezt is gondoltam. Ez elképesztő, igen. Egy szamuráj, meg egy nagy kígyó. Hihetetlen. Pedig nem volt szerintem tengernagy. Se ellen, se rendes. Hát ezen lehetett röhögni egy egész országnak, hogy tenger nélküli ország ellen tengernagy, ami ez az abszurditás. Wow, de szépen kiszínezték a fotót. Igen, de mintha túlszínezték van, nem szóval ilyen épület nincs, ami sárga, piros. Nem mondtad, hogy gyerekek színezték volna? De, egy kicsit. Különben ezt játszhatnánk a gyerekeinkkel, illetve te a gyerekeiddel, én az unokáimmal, hogy fekete-fehér fotót, aminek, és azt, persze, ja, kifestünk, hogy fejed. Fiacskán. Régi fejed. Ez volt a nagymamát, színezd. Színezd ki a nagymamát, ad legyen tarkát. Kalef, így hívtuk a 60-as években. Igen? A Moszkva teret, a Szél Kálmán Kálmányából Kalef. Találkozunk a Kalefon. Kirándulások előtt, hogyha budai hegyekbe mentünk, ott szállt fel az ember az 56-os. Házi buli, akkor még nem, házi bulikban nem mondani. 60-as, dehogy is nem. Albán konyakot, lengyel vodkát, ilyeneket fogyasztottunk, meg meleg szendvicset, meg 2 forintos kolbászt mustárral, és örjöngött a zene, és különféle diványokon és fotelekben frissen alakult és kereszteződő párok. Ez volt a szabadság. Volt ez a legjobb pasik azokban. Csak nem neveket kérsz. Nem mondok neveket, hogy is ne, de hogyan rúgom el. Igen! De szép férfi volt, Istenem! Gyönyörű. Komolyan. Kedves, lendületes, berobbanó lény, aki egyszer csak ott van, és akkor muszáj rá figyelni. Ezen kívül olyan kis elgondolkodó a cigaretta fölött, amit akkor szipákolt, és a táskájában van néhány kézirat, mint minden valóságos írónál. Remek, könnyed, lendületes, lényegre törő íráskészsége van. Hozzátartozik az írásaihoz az empátia, tud együtt érezni azokkal az emberekkel, akikről szó van, legyenek azok fekete gyerekek Afrikába, vagy nagynénik. Nagyon lendületes, ugye, ha megy, akkor jobb nem elé állni. Könnyen belelovalja magát mindenféle ügyekbe, jó ügyekbe általában is, de éppen ezért hajlamos a csalódásra is. De azt mondanám, hogy ha emberek bajba jutnak és szükségük van valamire, akkor ő valahogy ott van. Egy házi bulin, egy házi mulatságon voltam meghívva, és ott úgy fiatalabbak között elüldögéltem egy fotelbe, és a házi kisasszony oda huppant mellém a fotel karfára, és valami élénk társalgásba vont bele, és hát ez volt a Juli, akkortól fogva hát 16 évig együtt éltünk. Elég szabályos volt, ami azt illeti a kapcsolatunk, amennyiben illedelmesen meglátogattam őt az édesanyjánál, meg voltam hívva vasárnapi ebédre,
ott máig egy kétség él bennem, hogy a marhahús nem lóhús volt-e. Szélvész! Itt vannak az emberek. Ez nagyon miért fontos ez a könyv? Azért, mert ennek a sorozatnak az Afrika című kötetét már megvettem a gyerekeknek. Tartom ezt jó? A szép kosár, milyen jól néz neked. Lánykorodban is volt már ilyen kosár, nem? Igen, a közértekben. Klasszikus darab. Nem, hajtogatás, nem. A világűrkutatása, na ez viszont érdekli őket. Ez biztos. És azt tervezem, hogy megtanítom őket a könyv használatra, hogy ugye komputer használatra is megtanítják a gyerekeket, meg az interneten, hogy kell. Tehát azokat az egyszerű dolgokat, hogy tudjátok, van egy tartalomjegyzék, például ismeretterjesztő könyvet. Azt nem kell úgy olvasni, mint egy mesét, hogy legelső mondattól az utolsóig, hanem föllapozgatod. Sőt, azt is lehet, az is érdekes, hogy ahhoz, hogy milyen egy könyv, képzeljétek gyerekek, a felnőttek néha meg is szagolják a könyveket. De ezt most kinek, unokáidnak, vagy kinek? Dehogy is, a Tudor Alapítvány gyerekeinek, Tudor műhelynek, itt a 8. kerületben nyílt nemrégiben. Fú, ez is jó, ez is nagyon jó. Tudor Alapítvány. Hátrányos helyzetű gyerekek tanulásának a megsegítésére. Olyan gyerekeknek, akik nem kell, hogy jó tanulók legyenek, valamihez tehetségesek, de olyan nehéz körülmények között élnek, hogy otthon nehezebben jutnak hozzá a tanulási lehetőséghez, tehát ez az alapítvány, egy úgy hívjuk, hogy Tudor műhely, biztosít egy helyiséget, asztalok, íróasztalok, komputer, könyvespolc, figyelmes felnőtt jelenléte, körülbelül azt, ami ilyen átlagos polgári értelmiségi családban természetes módon megvan a gyerekeknek. Azt szeretném, hogyha a személyiségük, tehát hogy így a testük, lelkük, szellemük együtt fejlődne, de leginkább a szívük, meg a fejük. A gyerekeket te választottad ki személyesen? Igen. Azt gondolom, hogy nekem nagyon jó szemem van, mert hogy pedagógus is vagyok, meg pszichológus is, és egyszerűen bementem az órákra, és megnéztem a gyerekeket, hogy mit produkálnak, vagy hogy viselkednek, vagy kire lehet felfigyelni, és ez alapján választottam őket, utána pedig minden családot meglátogattam, és az is egy következő szelekció volt. Mi volt a te személyes indítatásod? Hát ha ezt kérdezed, akkor így az egész életemet elmondhatnám. Én így a főiskolára és az egyetemre tényleg egy nyomortelepről kerültem, szóval, hogy ahol születtem, az egy klasszikus nyomortelep volt, és utána elbírtunk jutni a szobakonyháig. És 23 éves koromban, amikor már diplomás voltam, akkor pedig már képes voltam kádban is fürdeni, mert akkor volt az első olyan lakásunk, amiben valóban volt fürdőszoba is. Úgyhogy én ezért tanultam meg, hogy ez a szociológiai helyzet, vagy a szegénység, vagy sok minden gátolhatja az embert, de mindennél fontosabb az az erő, ami belül van, és hogyha ezt megfelelő emberek és megfelelő környezet támogatni tudja, akkor a lehetetlen is lehetségessé válik. Ez az egész, azt gondolom, hogy a szeretet és a szolidaritás és a fejlődés érdekében működik. Eddig én ezt tapasztaltam, hogy ez így is van, és nagyon nehéz egyébként ennyire különböző gyerekeknek egy közösségé válnia, de én azt szeretném, ha ők úgy lépnének ki az életbe, nem csak szellemileg felfegyverkezve, hanem hogy valami más értéket is megtanuljanak. Azt, hogy egymásért dolgozni jó, hogy a szeretet az sokkal fontosabb, mint a gyűlölet, és hogyha együtt csinálunk valamit, akkor az mindig több.
nehéz szerelmeid voltak? A teljes odaadás és függőség vágyától és ennek az elementáris elutasításától, illetve ettől az ellentmondástól. De hát én egy szabadságharcos vagyok, tehát összeférhetetlen. Nehéz téma ezt. Ezt fogom majd, ha 90 éves leszek, vagy mondjuk már 80 fölött, akkor ezt meg fogom írni. Miért vársz olyan sokáig vele? Mert még előttem az élet. Az első Afrika könyvemben le is írtam egy korábbi párizsi szerelmi történetet egy afrikai fiúval, mert tudtam, hogy hiányozna a könyvből, hogyha nem lenne benne valami ilyesmi. És mivel az egyéves afrikai ottlétem alatt nem volt ilyesmi, hát nem is lehetett. Én akkor már 52-53 éves voltam, ami azt jelenti, hogy egy igen-igen idős és tiszteletre méltó hölgy, mert Nigerben 46 év a nők születéskor várható élettartama. Tehát én már idősebb voltam azoknál a nőknél, akik, szóval, hogy annál az életkornál, ameddig egyáltalán élni lehet. Nagyon tisztelték a koromat. Talán jobban is kellene, szerelem nem akart, de nem is értem rá erre ott, nem azért mentem. Elnézi az ember ezeket a filmeket, nekem mindig azt tűnik fel, hogy olyan kedvesen ráérnek az afrikaiak, nem? Vagy ez csak a kamera miatt van mindig, hogy nézik a kamerát, vagy azért hogy nyugodtabb az élet tényleg? Figyelj, 45 fokban más az életritmus. Nem lehet szaladgálni. Nem nyargasz sehova, ráérsz. Köszöntöm a propaganda kedves nézőit. 8 nap, és itt a karácsony, a nagy kérdés, hogy fehér lesz-e. Lesz-e csapadék karácsonykor, vagy nem? Még mindig nem lehet pontosan megmondani. Ha rajtam múlik, mindenféleképpen havazni fog, mert annál szebb nincs, mint hogy fehér, csendes, nyugodt körülmények között ünnepeljük a szeretet ünnepét. És ha már csapadéknál tartunk, akkor elmondható, hogy van folyékony halmazállapotú, ez az eső, záporeső, és hát a szilárd halmazállapotú csapadék, ilyen a hó vagy a jégeső. Hogyan is keletkezik a csapadék, hogy essen, mi kell ahhoz? Első és legfontosabb, hogy felhő legyen, mert felhő nélkül igazán hulló csapadékról nem nagyon beszélhetünk. Rétegfelhő, zivatarfelhők, stratuszfelhőzet, nedvesség, feláramlás, lezúdul a eső, kondenzálódik, a jelentősebb mennyiségű esnek, felőszakadás, jégszemb, csapadék, meleg levegő, kötszitálás, esőcsepp, és újra kezdődik az egész folyamat. És hogy a meteorológus szereti-e az esőt? Nos hát, van szubjektív és objektív szeretete a dolognak. A szubjektív mindenféleképpen az, hogy ha nyáron a szomjazó növényeknek szüksége van erre, akkor bizony hagyja este, mert az esőnek illata van. Biztos érezték már a kedves nézők ezt. Leesett is, mert teljesen más lesz a levegő illata, különösen forró napok után, ha megérkezik a zápor, zivatar. Az objektív oldal, a prognózisban, ha azt mondjuk, hogy várható eső, záporeső, és ha ez bekövetkezik, ennél nagyobb szeretet, ennél nagyobb öröm nem érheti a meteorológust, mert jó lett a prognózis azon a helyen természetesen, ahová ezt előrejelezte. Mindenféleképpen szükséges az esernyő a meteorológusnak, mert meteorológus, álázott meteorológus, megázott meteorológus, hát annál csúnyább látványt nem hiszem, hogy elképzelhetnek a kedves nézők, ezért a meteorológus mindenféleképpen, ha napos időt vár, ha esős időt vár, biztos, ami biztos alapon az esernyőt magánál tartja. Szereted az esőt? Igen. És ezt itthon szeretted meg, vagy? Nem, azt mindig, mindent, ami víz, szeretek minden formájában. Persze, hát az eső jó. És kint Afrikában? Hát ott csodálatos, mert ott 9-10 hónap eltelik, mire eljön újra az esős évszak, és akkor már gyűlnek a felhők, és akkor már mindenki csak erről beszél, és kémleljük az eget, és mikor fog már végre leesni, és amikor leesik, akkor általában dől, igazán, dézsából, és akkor kiszaladunk, és állunk, és boldogok vagyunk. Nagyon jó.
Ez itt egy tipikus lakótelepi játszótér, ahol most vagyunk? Mostani állapotában úgy tipikusnak mondható, kicsit több lett, hogy be van kerítve. Mik a standard elemei általában egy játszótérnek? A hinta, az mindegyiken lengő hinta, mindegyiken van. Szoktak lenni mászókák, csúszda, homokozó. Hányféle mászóka van? Mondjuk ez a macska alakú mászóka, ez mennyire szokványos, vagy ez már egy exkluzívabb darabnak számít? Hát ez a 60-as évek vége, 70-es évek elejének a tipikus lakótelepi játszóterének egyik eleme. Csőjátékok kategóriába tartozik, és hát a szabványosságához szó fér. Nem, vannak, nemhogy nem szabványos, hanem vannak baleset védelmi szempontból is kritikus részletei ennek. Nem mindegyik csőjátéknak, de ennek van. A rakéta például mennyire szabványos? Ha megfelelő védő burkolat van alatta, akkor szabványosnak mondható, vagy szabványossá tehető. Ezek mögött, az elemek mögött kreatív elmék húzódnak meg, akik megtervezik, hogy hogy nézzen ki egy ilyen mászóka. Igen, csak itt azt védelmembe venném a régi kreatív elméket, mert ezek bizony nagyon régen születtek, és az akkori időknek egy technikáját tükrözik, tehát nem lehetnek olyan szépek, mint amit most elvárunk tőle, de bizonyos előírások, akkori dínszabványok,